Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Én most nem igazán szeretnék sokat beszélni, mivel a koncert második fele az úgyis egy előadás, ahol még fogunk egy-két dologról beszélni. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a program három blokkban van összeírva, és a második és a harmadik blokk között lesz egy rövid hangolás. Mint ahogy azt már páran talán emlékezhetnek rá, hogy a különböző hangolások vannak, Ratko Ágnes tanárnőnk egyébként itt van körünkben. Játszott nem is olyan régen itt egy koncertet, és középhangos hangoláson volt a csembaló, neki is át kellett hangolni, most ugyanez fog történni, középhangos hangoláson van a csembaló, ez azt jelenti, hogy a tercek egész másként vannak hangolva, ugye a zongorán nagyon bő tercek vannak, most nagyon szűk tercek vannak, az akusztikushoz közeli tercek, és ezt a program menetében egyszer át kell hangolni, hogy a program második fele is játszható legyen, de aztán többet most nem is szeretnék mondani, mert aztán a második felében úgyis beszélgetni fogunk, ez egy kicsit talán interaktívabb lesz. Úgyhogy mindenkinek élvezetet kívánok a koncerthez.